Sziasztok! Sziasztok! Ez az 58. daráló, és nagyon különleges lesz, mert Eszti fogja végigvinni a pályát. Igen. Ja. És a mai pálya, Doggy Andi pályája, a haragos király. Na, lássuk. Hát ez gyors volt, ennyi volt a bevezető? Hát mit mondjak róla? Jó, nagyon van, te vagy a főszereplő. Ja, amúgy ilyen skinem van. Na, melyikkel kell megnézni? De magam mutatok. Szóval ilyen szép, csíkos, csak nem lehet forgatni. Hát itt ennyire tudod forgatni egyébként, tudod, F5-tel tudod megnézni hátulról. Na, mindegy, úgyhogy oroszlán helyett most macskát kaptok. Nem nyulat? Vagy, de ez macska? Vagy tigris? Hol vagyunk? Mi ez? Itt egy rózsaszín, gyönyörű, divatos bőrpáncélzat. Meg jól te játszol vele. Hát én ilyet... Úgyse venném fel. Én rajtam se sűrűn van rózsaszín. Jó. Na jó. A történetet a ládában találod, Game Mode 2-t használj. Jó, látom, be van állítva. Plusz pont. A ládákban mindig néz bele, Keep Inventory engedélyezve. Engedélyezett. Engedélyezett, igen. Hát az meg remélem be van állítva. Az igen. Azt mondja, nehézség békésre legyen állítva, de ezeket már beállítottam neked. Nagyon jó. Helyes. Így kell. Így kell olvasni? Nem így kell olvasni. Olvasni azt nem így kell. Nem, hogy be kell mindent állítani. Magot készített a Doggy Andi. Meg egy liter water. Hú, alma! Hey, Apple! Ez mondja, a király üzenete, meg történet. Mivel kezdjem? Te vagy a főszereplő, tudom. Na jó, a király üzenete. Azért a ronda pizsiért cserébe 3 gyémántot kell hoznod nekem. Most, tehát ide rakott nekem egy ronda pizsit, és akkor még fizessek is érte? Neki ronda, lehet, hogy neked megtetszik. Annyit úgysem bírsz összeszedni, gonosz kacaj. Muhaha. Hogy ki gonoszul kacogni? Másik. Azt mondja, a történet. Hiszen veled történt, nem is emlékszel rá. Jó, akkor felelevenítem. Szóval, a király udvarában dolgoztál még néhány napja. Te pedig egy súlyos hibát vétettél azon a bizonyos napon. A király egyetlen lányát próbáltad meghódítani. Én, mint csaj, neki mentem a király lányának. Igen, most te egy ilyen csajt alakítasz. Te ehhez kevés vagy, ja nem, azonban te ehhez kevés vagy ebben a korban. Még öreg vagy. Na, fiatal? Ja, hogy én úgy gondoltam, hogy már öreg vagy, és azért vagy kevés. De jó, akkor legyél fiatal, hát na. Visszafiatalodtam pár évet. A király őrültem mérges lett rád, amikor lányának az gombaragút vittél. Mégis hogy képzeled? Mindenki tudja, hogy a gombaragú szerelmesek étele. Na. Igen. Nem tudtam. Vagy legalábbis azok ki, akik szeretik. Ja. A királynő pedig nagyon szereti. De. Egyszer. Egy egyszerű ragúval. Csajtam szemüveg, és nem látom. Egy egyszerű ragúval nem fogod megszerezni a lány kezét. Főleg nem az apja beleegyezését. Így számüzet felettél, hiszen nem tudtad teljesíteni a király kérését. Egy gyémánt cserébe az apja odaadja neked a lánya kezét. Most komolyan 3 gyémánt kell a pizsamáért, meg egy az apjának. Meg egy a lányért, igen. Tehát ja, a pizsamá drágább, mint a lány. Mint a királylány, igen. Milyen pizsamát kaptam. Jó, ez nem értékes a pizsama. 3 királylányt ér, érted? Tiszta emberkereskedők vagyunk. Gyémánthoz azonban csak cserélve tudsz majd szerezni. Az arany remek, váltó pénz erre felé, és ha körbenézel, pont itt egy aranybánya. Micsoda véletlen. Most viszont késő.
Inkább bújj bele a pizsamádba, és feküdj le aludni. Ne felejtsd el lekapcsolni a villanyt, mielőtt lefekszel. És egy jó tanács. Gyűjts minél több sárga rózsát, szerencsét hoz majd. Jó. Akkor... Egyébként van, aki úgy alszik el, hogy nem szokott villanyt. Ne legyen sem a kezedbe. Ja, jó. Igen. Mondom, hogy ne legyen semmi a kezedre. Ja, hogy én közül visszapakolom el. Jó, közül leesett. Tehát van, aki úgy alszik el, hogy vagy nem kapcsolja le a villanyt. Gyönyörű vagyok. Hát a Minecraftban nem feltétlenül. Nézd meg, mi rábot írva valami a tárgyakra. Cuki nyuszi fül. Mentes. Cuki nyuszi spizsi. Pizsi naci. Tapsi füles, ugráló cipő. Hát ez... Nyullancsnak 8 utcak, tudom. Sárga virág. Erre rá van írva valami. Génmanipulált rózsa. Egyébként ezeket kell gyűjteni. Hogy lehet ezt innen leszedni? Bele kell ütni. Súcs. Villanykapcsoló? Ezt a ládát csak akkor nyisd. Ezt a ládát csak a kiadós alvás után nyithatod ki. Jó. Na most meg volt a kiadós alvás. Várjál. Hozzon még egyszer a villanykapcsolót? Aha. Rossz helyzetben van. Sejtettem, hogy el kéne teleportálnia. Történet. Azt mondja. Nyullancs. Hát ez meg micsoda. Jaj ne, mert megint álmodom. Jaj ne, már megint álmodom. A fejébe. Nem szeretem ezeket az álmokat. A felhőkön ugyan járni tudok még, de repülni már kevésbé. És ameddig ez az álom nem ér véget, nem tudok tovább lépni sem. Remélem, ez nem... Micsoda? Ez nem a fodrászos rémálmom. Miért ez nagyon mélyen? Ha meghalsz, a házadban élhetsz újra, ameddig nem találsz checkpointot. Az álmot muszáj teljesítened. Ugrálj át a felhőkön, ameddig el nem jutsz az épülethez. Szóval mi? Egy láda. Jöhő. Azt mondja, hogy... Hú-hú! Nem mondod! Ugye tudod, hogy ott lesz a bukás számláló? Igen. Igen. De nem a... Kettő. Melyen? Ne. El fog fogyni a varázsita. Nem hát éget. Nem még újra töltős tárgyat csinálhat, és gondoltál rá, Andi? Hát nem gondoltál, Andi. Akkor majd elküldöm neki azt a videót. Sikerült! Jajjaj. Ideig elsítottam, úgyhogy ez most egy új. De... Lukas is. Rossz nézi. Ne menj a lyuk közelébe. Hú. Miért rossz nézni? Ne! Úristen. De nem a... Szegény Eszti. Így van. Nem, szegény Csabi. Egyre messze fogok jutni. Ha. Mondtam. Ezt mondja, próbálj meg a slime blokkra érkezni. Összes kulcs. Végül is arra érkeztél. Arra érkeztél. Szerintem egy föl tudsz ugrani. Jaj. Checkpoint! Elsézem! Jó. Gondolt rá még egy kis adagolás? Igen, az olyan bénákra is gondolt, mint én. Hogy arra kell? Azt mondja, kutya... Vidod a célkeresztet? Kutya alakú felhő. Szeretne lenni. De is elérhet. Már van 3 game manipulált rózsa. De jó nekem. Ejj. És ott a vége. Hál' Istennek. Nem volt túl sok ez a rész.
Hát most már nem biztos, hogy el tudsz odáig ugrani, de ott van egy gomb, ami segít neked. Ez a felhő bizony megfázott. Fúj. Tehát ez most taknyos? Ja, felhő takony. Ha elvétetted ezt az ugrást, a gomb megnyomásával vissza tudsz menni a legutóbbi checkpointhoz. Most komolyan. Nem. Na még egyszer. Ez már nem... Nem bugybarékol? Nem. És most megint bugybarékolsz? Most már nem bugybarékolsz? Jó van. Ennyi fog? Ennyi. Ah, megy! Még egy ugrás. Na jó, még egy... Miért? Ezt mondja, Dr. Fodrász Béla. Nagyon beszédes neve van. Hajvágás kötelező. A csetel is van szöveg. Ó, ezzel fogunk hajat vágni. Vagy fodrászt vágni. De volt a csetel, az. Nyúláncs, muszáj bemenned. De nem akarok. De ja, igen. Te mondod. Nem ezt akartam, hanem ezt akartam, igen. Muszáj bemennem. Ha nem veszek, ha nem végzek vele, sohasem ér véget ez a rémálom. Vagy én nyírom ki őt, vagy ő nyír meg engem. Jó, bocsánat a rossz olvasásért, nem látom rá. Ezt már nem tudom megmagyarázni a szemüveget. Hoppá, Dr. Fodrász Béla. Sem van két Fodrász Béla is. Jó. Semmi, csak elképzeltem, hogy ő hogy nyír hajat. Nem tudom. Lerágja. Fúj. Éles olló. Music disk. És ki manipulált rózsa. Ja, tip. Tip. Most, hogy legyőzted. Jó, akkor előbb csap le. Na menj el, gyere vissza. Hol van? Ja. És kétszer kell megölni. Gyújjú! Úristen, mi van össze? Pókálva beleszaladhat. Szokott ez... ez nekem túl gyors. Ezt látom. Na, beleakadt a pókálóba. Az. Mennyi élete van? Nem tudom. Az is gyorsan, addig is, de még benne van a pókálóban. Fodrász hús. Ez jó. Hogy el van egy nyomat manatszal? Kettővel. De most nézd meg. Magát. Gyere vissza. Üssed, egyszer csak eltalálod. De Istenem! Jaj! Ezek a reflexek hallod. Jó Istenem! Állj már meg! Hallod? Na, na! És együtt is kellett volna. Tényleg óló esik ki belőle. Na, most na, szóval, kérdés. Most, hogy legyőztem a gonosz malacot, de ez nem is fodrász, ez villám volt. Ja. Most, hogy legyőzted a gonosz fodrász, ideje lenne hazatérni a pihe-puha ágyikódba. Mégis hogyan? Tehát egy kis zene segíteni fog majd abban, hogy felkelj. Az éles olló... Menj vissza! Abban, hogy felkelj. Az éles ollót is... Ó, ez olyan, mintha hosszabb lett volna a szöveg, és így leválta volna a játék. Igen. Jó. Kimaradt egy fél mondat. Ja, hát nem tudok mit csinálni. De azért nézzük meg a szöveg végét, várj. Azt mondta, hogy szükséged lesz rá. Ja. Na, most már kinyitod a ládát. Ládát. Jó reggelt! Jó reggelt! Végre felébredtél. Akkor itt is a remek alkalom arra, hogy megnézd azt az aranybányát. Hajjajjaj, a kulcsot megint elhagytad. Van egy kulcsom az aranybányához? Próbáltad már a szőnyeg alatt keresni? Tipp, az egyik olló... A bassz. Látom. Most kapóra jöhet. Na. Az a baj, hogy így annyira látom pont, hogy így látom a szöveget, csak viszi a szemem ilyen szőrösek a betűk.
szörösek vették. Igen, tehát aki szerintem rövidlátó, az pontosan tudja, hogy miről beszélek, hogy ilyen szörösödnek a betűknek a széle. Hát és akkor így reggel nagyon ijesztő lehet. Nem, hát annyira nem látok rosszul, csak így minden egy kicsit szőrösödik, vagy hogy mondjam. Ezért nem életszerű a játék lett. Hát, ezt ott találd. Nem baj, most az összes... Szétvágja. Hát már elkezdtem. Tipp a kulcshoz. Jó, telpakolta. Tipp a kulcshoz. A kulcsot arra a blokkra tedd, építőblokk, amelyikből a legkevesebb található meg ebben a házban. Az a baj, hogyha... Most a szőnyegből van a legkevesebb. Nézd meg a kulcsot. Meg a kart. Nem, így. Nincs kulcs. Ráírva. Nincs. Akkor hogyan fogod lerakni? Megkeresem azt, amiből a legkevesebb van a házban. De kalandmódban vagyok, hogy fogod lerakni? Nem tudom. Jaj, de... Ah, igen, el lehet rejteni. Erre nem gondoltam. El lehet rejteni a tegeket. Oh, akkor nagyon ügyes. Hát, te mondod, én elhiszem. Nem, láttad, hogy nem írtak, hogy mire lehet lerakni, azért megy be lehet állítani. Ez mi? Ez most ugye csak díszítés, kavics, semmi fontos, jó van. Aha, csak kavics, jó van. Már megijedtem, mondom, láttam ilyen horrort, hogy tényleg az aktivált szövegeket. Így a földön a kő. De poén, nekem ez nagyon tetszik, hogy ilyen kavics lett a gomba. De most mit csinálsz? Körbejárom a bányát. Na csak az elején nem láttuk egyébként az összes. Ha megvan a 9 aranyod, erre folytasd az utad. Jó, akkor most az aranybány elejét is nézzük meg. Azt mondja, nyúlás mondja. Nincs mit tenni, át kell törnem, hogy visszajuthassak a házamba. Nem is így beszélek. De. Nem. Az a néhány a... Most mi van? Jó, akkor kicsit mélyebb a hangod. Az a néhány arany fel sem fog tűnni nekik. Szóval tolvaj vagy. Na de vajon hol tarthatják a baltát, amivel szét tudnám zúrni ezt az akadályt? Mi? Nem is vagyok tolvaj. De hát el akarod ropni az, lopni az aranyat. Ropni? Mondjuk, elropom. Keresd baltát. Jó. Ezek csak díszik, jó? Eszinek nem szabad kirakni gombot, mert mindet megnyomja. Ne nyomd meg. Lóhárdan egyszerűbb lesz. Ja, majd ha megyünk. Egyszerűbb lesz. Egyszerűbb. Tényleg azon ott. Itt ezt belefullad a tóba, érted? Létre. Egy láda. Hát magunkkal visszük. Ez fent itt mi a? Ez a tőled idegenek belőle, blablabla. Szóval le van zárva. Megvan. Kerítés zúzó. Na hát akkor... Esünk neki a lezárt terület meg. Most miért mondod? Én szívesen kivágnám az összes többit is. Üsd ki egy arany tömnyire valót. Majd égesd ki. A bányászok elvitték a szenet is, talán a hajón találsz egy keveset még vele. Ó, hát én ezt elhoztam. Nagyon, nagyon büszke vagy magad, hogy mindent ellopsz. Zárva van. Mit lát? Menj mind a bányajátójához. Itt van egy luk. Kód. Kód is van. Jó, hogy ezt nem lehet így? Nem, ezt lehet kinyitni a ládát. Ja. Hát azt hittem, hogy ha kód, akkor az... Akkor oda megkinyitod, csak is tudját megoldani. De durva. Aranybányász 5000. Na? Hát akkor üssünk. 9. Ha idén. Topá. Istenem, elkészült. Oh. Na, akkor kell egy craftastal. Ja. Szerintem benne talán van, nem tudom, láttam-e. Remélem van. A hajó nem.
Csak egy ládóval. Nem lehet, hogy majd később kell. Itt vannak a táblák. Ja, igen. Azt mondja. Off. Jaj, ez azt nézni. Üst ki ja, nem, nem, igen. Azt nem írja, ki. Hogy... Azt nem írja, hogy... De megállsz, bárhol megállsz, és csak oda viszed. Nem kell közben nyomni azt a VASD-t. Szóval igen, csak annyit írsz, hogy égesd ki, azt nem, hogy kraftolj bele, csak hát egy automatikusan gondoltam. Nem tudod irányítani, mert nincs rajta nyereg. Nézd bele a ládába. Most komolyan kidobta egy aranyat. Kidobta egy aranyat. Jó, oké. Sikerült. Há, való. Pacigolunk. Nyaha. Azt, ez akkor ne tudjuk. Nyuszi. Sok-sok nyuszi. Kereskedő háza. Na jó. A kereskedő idézése. Ez a kereskedővel csak egyszer üzletelhetsz. Nagyon megéheztem évek óta, nem ettem nyúlhúst. Nem tudnál hozni nekem? Meg kell ölnem a nyuszikat. Meg kell ölni egy rakás nyúllancsot. Egy keveset, mindent megérne nekem. Mit szólnál a gyémánthoz? Na, tessék, így tudunk szerezni gyémántot. Szegény nyulak holtestén át lehet csak gyémántot szerezni. Jaj, ott vannak még valami táblák. Ha nem találsz a közelben nyuszit, akkor a nyírfa erdőben van egy... Valószínűleg spawner. De ezt is írhattad volna a chatre. Spawner, nem odébb. Ott a kard, most miért kézzel ütöd? Most hogy fogsz felkereskedni? Pak, pak, pak. A nyuszik szeretik a virágokat. Így. És azt azért megnézhetünk, hogy mennyi nyúl kell neki. 30-at ki kell nyírni. Sűrt. Nem mondod, hogy azt meg kell sütni. Jesszus Mária. Ne, ne menj el. Jesszus Mária. Ez rengeteg, ez erős túlzás volt ez a 30. Mondjuk még azt hagyja, hogy legyilkolsz 30-at, bár azt is soknak tartom. De aztán megsütni, hát ezek... És nem is mindig dob. Jesszus Mária. Úristen, ennyit kell nyírnom, na. Felejtsd el, ezt így is el van vele. De háromból csak egy dobott. Hát ezt mondom, ez így erős túlzás volt a 30, főleg, hogy aztán még a sütést is meg kell várni. Van bele a torka is, nézd. Az ott a És megcsinált, hogy egyszer esen cserélni, csodás. Na jó, van gyémántom. Mindig ez az undorító rózsaszín izé van rajta. Most meg ki is rabolom. Virágot tudsz feltörni. Ajjaj. És ott van egy game manipulált rózsa. Akkor itt is kellene egy gomnak, igen, amivel megidézhetek. 9-szer üzletelhetsz vele. Ajjaj. Kereskedő azt mondja, virágok, imádom a virágokat, csak egy gondom van. Félek kilépni ebből a házból. Tudnál nekem hozni pipacsokat? Azok a kedvenceim. Ígérem, meghálálom. Na, ennek mennyi kellett? Ugyan, úgy lettem 3. Ja, nem így. Így. 3, és 3-at mondott, ugye? Ott egy pipacs. Kösz. Ó, ott van egy rakás király. Most számolod? 7. Mindegy. Nem kell egyesével, berakod mindet aztán. Pak, 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 pak. Olyan milyen hangot adnak. Minecraft csatornát. Egész nap ez menne egy. Ezt írtja a nyulakat. Ezt írtja a virágot. És közben hatalmasakat kaptak. Ezt írtja a falusiakat. Olyan kis gyagya hangjuk volt. Kereskedő idéző. Ezzel a kereskedővel 2-szer üzletelhetsz. Arany. Mennyi aranyad van? Sokat érem. Nem szeretnéd cserélni egy keveset? De minden vágyom.
Várjál, tudok szerezni még egyet. Hogy tudsz? Hát, mert pipacsok miatt adott aranyat. De azzal csak háromszor lehetett. Nem, kilencszer. És ja, kilencszer, ja. És többet nem tudok veled kereskedni. Nem beled, hanem bele. Na, és akkor egy pont kijön a még egy gyémánt. Ez az. Megakadtam az ajtóba. Hello. Na, és akkor ő fog nekem adni még egyet. És akkor most van... Három gyémánt. Pont a pizsomára. Így van. Meg három királylányi. Hoppa! Kicsivel arrébb. De hova rakom a lovat? Hagyd itt. El fog menni. Nem fog elmenni. Már most elmegy! Hát így. Ne menj el, de komolyan. De várjál már! Ne menj utána. Szóval mindegy, szóval suttog nekem. Te itt? Ne! Ugye nem a hercegnő miatt jöttél, megőrült a lány. Nem ennék, hogy sok, nem is ér olyan sokat, még őrült is. Hát most már egy gyémántot sem ér szerintem. Mióta elmentél, minden a feje tetejére áll. Az egész várat ugráló vár építette át. Az apja semmit sem tud tenni, és közben elmegy. Túlságosan is szereti. Jaj, de aranyos. Mindenki elköltözött innen, csak én maradtam, meg az a három kereskedő. Ha még mindig szeretnéd a hercegnő kezét, hát hajrá. De lehet, már rád sem fog emlékezni. Remélem, azt a sok virágot neki viszed. Milyen sok virágot? Azt az ötöt. Ja, tényleg, a game manipulált, igen. De kell nekünk egy félőrült hercegnő? Ha, ez a sztori, úgyhogy... Nézzük. De nekem nem kell bolond lány. Nem erre. Az úgy igen, nem csak a királylány őrült erre fel, hanem az egész erdő. Az erdő is, igen. Egy blokk a levegőben, kinőtt rá egy fát. Fá. Rájta nőtt egy fá. Fáú. Én meg leú. Nem fogjuk látni. Jó, ezzel. Azt mondja, hát te, ezt miért nem írta a csetre? Hát te, hogy merészelsz idejönni? Gyémántok? Mégis hogy? Na jó, tartom a szavam. Megvan, mint... Jaj, ez a király akar lenni, ott szegény besüllyedt egy kicsit a trónba. És ugrált, ő is normális. Próbált kijönni. Normális, mint az lány. Megvan mind a három, csak akkor kapod meg az engedélyem. És ha nincs itt, meg tudod idézni. Ja, ott van, oké. Hát akkor cserélj vele. Engedély. Kezet kéne kapnunk. Hát az úgy elég véres lenne, nem? Ott ül egy... lyukba, egy trónba, ami van egy lyuk, az nem kell. És papírt ad. A királynő szobája. És ez mi? Ez a gumiszoba? Azok lehet. De milyen szép pár vagyunk, nem? Rózsaszín, de rózsaszín. Gratulálok, hogy végigvitted a pályát. A hercegnő a rózsák alapján dönt arról, hogy veled tart-e a kunyhódba. A hercegnő válaszai, azt a számot olvasd, ahány sárga rózsát gyűjtöttél. Ó, ezt tetszik. 4-5, ugye? 5 volt. Megmutatod azt a házat? Ennyi. Megmutatod azt a házat? Ez ilyen, majd utána eldöntöm, hogy bemegyek a barlangodba? Ez, gondolom, akkor van esélyünk. Hát, ha tetszik neki a ház, akkor jó. Nem tudom. Hát akkor megfordítottunk egy bolond hercegnőt tulajdonképpen. Ja. Na, szóval milyen volt a pálya? Kreatív. Kreatív. Aha, bolond hercegnős történetet ritkán hallani azért. Tehát az, hogy meg kell menteni. Most is meg kellett, csak most az elmegyógy... Nem, az elmebajtól, nem az elmegyógy. De attól nem mentettük meg az elmebajtól, még mindig bolond. Ú, igazad, most bevisszük a házunkba. Csak megvettük a... Megvettük virággal. És... Igen. És még mit tetszett benne?
A falusiak hangja az nagyon jó. Jó, hát ezt nem ő csinálta, de oké, akkor ilyen a falusiak hangja. Hát tetszett a díszítés. Díszítés? Aha, hogy a kövek voltak a gombok. Ez nagyon poén volt, meg a hajó. Meg a felhős része, ami nem tudtam haladni, de egyébként szerintem nagyon jó volt. Azt tetszett. És mi nem tetszett? Mi nem tetszett? Igazából nem a pályával volt a baj, hanem azzal, hogy én voltam béna. Tehát így nem találtam meg a dolgokat, ez mondjuk nem tetszett, de hát ez nem a pályának a hibája. Tovább felezhetjük azzal, hogy nem gondolt a béna ügyetlen játékosokra. Csak kapcsoljuk ki ezt a mikrofont, várjál. A nehezebb részeknél ugye nem volt eltugrás. Hát igen, nem volt bolond biztos, vagy hogy aha, igen, jól mondod, nagyon jól mondod. Én a bolond nyullancs meghódítottam a bolond királylányt. Szerintem nagyon szép leszbikus pár vagyunk, hogy ja, két bolond. Tulajdonképpen összepasszol. És még valami? Nem tudom, az mondjuk az is jó volt, hogy... De most nem jónál tartunk, de oké, mondjad a jót. Hát még poén volt, hogy a király egy ilyen polis volt, aki pattogott a gumivárnak a recepcióján tulajdonképpen. Ja, de jól összejött, igen, de szerintem csak azért pattogott, mert ki akart jönni, de egyébként, ja, ez pont jól jött ki. Hát én is ki akarnak jönni a helyébe, szóval... Szerintem még a gyűjtögetős részek voltak nagyon gázak, túl sok volt az a gyűjtögetős rész. Szegény nyulak. Inkább... Rokonaimat kellett legyilkolni. Ja. Szóval túl sok volt. Vagy kevesebb, vagy szerintem érdekesebb lett volna, ha rejtvény van ott valamit, meg kell fejteni, és úgy juthatsz hozzá. Mint ez a... Megyek, és akkor kiütöm a blokkot, leülöm a nyulát. Igen, és ráadásul nem is adott minden nyúlt, tehát én azért kinyírtam sok nyulát, és egyetlen egyet adtak, tehát az a hat, amit ott kivégeztem, az is csak egyet adott, úgyhogy nem tudom, meddig kellett volna nyiszálnom a nyulakat. Hát igen. Mire kaptam volna húsit, és akkor még ugye el kellett volna szaladni, és meg kellett volna sütni is, tehát ez a... A sok volt. Úgyhogy ez volt Doggy Andy pályája, a haragos király, a kézikönyv óvjon. Igen. Egyébként még azon gondolkodtam, hogy ebben hol volt a haragos király. Tehát volt benne a bolond királylány, aki az apja is lemondott róla, és még ő is ja, oda... A király azért volt haragos, mert bepróbálkoztunk a lányánál egy kis gomba pörköltel, vagy ragúval. Gombaragúval, és amikor megkattant, akkor azért elvihetted. Most már bolond nem kell. Most nem bolond nem kell, igen. De várjunk csak, 3 arany kellett. Vagy mi gyémánt. 3-at adott. Vagy 3-at adtunk neki. 3-at, de hát egyet mondott az elején, nem? Egyet kell a hercegnőjét. Szóval megdrágult, miután megbolondult. De most mennyire igaz, ott van a pizsamárát, kellett kifizetnem a hercegnőjét. Ja, de lehet, hogy a pizsamát vettük meg, igen, és ugye a hercegnőt is megkaptuk mellé. Okay. Bolondon nem kell, úgyhogy ingyen is érhet. Ja. Úgyhogy még egyszer a kézikönyv óvjon. A kézikönyv, vagy a fatörzs óvjon, mi van? A fatörzs óvjon.